erőnket egy kicsit népszerűsítsük. Nos, hát Sárközi Anita a vendégünk itt a stúdióban, akit én imádok, 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 imádok. Ez az én kis mondanám. Egyébként a chat szobában egyfolytában olyan szépeket írnak rólad, hogy ihaj. Nos, kérdésem a következő. Jó, hát ezt nem tudok, mert ezt már elmondtam, hogy azért egyszer-kétszer léptünk fel együtt. Egyszer-kétszer? Akkoriban. 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 És mindig azt láttam, hogy éppen a Zsuzsival beszélgetünk korábban, hogy te is egyszerűen egy energiabomba vagy a színpadon, és imádnak az emberek téged. Koncerteztél-e mostanában úgy van nagyobbat, vagy tervezel-e ilyesmit? Nagyon érdekes kérést kaptam nemrégében, de erről majd egy kicsit később. A lemez kapcsán, a szülinapi lemez kapcsán volt egy nagy koncert Budapesten, ahova meghívtam barátokat, mindazokat, akik az elmúlt 20 évben segítettek, fontosak voltak, és ott voltak mellettem, mögöttem. Most viszont képzeljétek el, hogy megkeresett egy zenekar, őket úgy hívják, hogy Freak. Remélem, hogy nem baj, jó kis funky. Nem, semmi, mondj csak. Funky. És azzal az ötlettel álltak el, hogy mi lenne, hogyha a duettet énekelnénk. Uh-huh. És mondom, hát hogy jutottam eszetekbe? Hát hogy? Hát te, hogy ezt ismerünk. Én a billentyűsüket ismerem, ő ott volt, csak most, hogy visszacsatolok a koncertre, a billentyűsön volt a nagy koncerten, és nagyon örültem neki, fiatalokról van szó, és nagyon örültem a megkeresésnek, úgyhogy lesz egy duett nem soká. A Freak zenekara, jó kis funky, egy kicsit szólos, amit nagyon-nagyon kedvelek megint csak. És mindenhova elmegyek, ahova hívnak, zenekarral vagy zenekar nélkül. Itt az a probléma szerintem nálam, hogy a szóló énekességben benne van az, hogy szóló. Mm-hmm. Tehát, hogy egyedül, és nagyon sok helyen nem tudják megengedni maguknak esetleg azt, hogy teljes zenekarra, viszont engem nagyon szeretnének, és akkor természetesen nem probléma ez sem. Szuper. Láthatunk-e téged műsorvezetőként, tévében vagy rádióban, hallhatunk-e téged, de SMS küldőn kérdezi. Teljesen aktuális dolgokat, nem is állati jó. A helyzet az, hogy a rádióban azt nem tudom. Voltam majdnem egy évig, és nagyon-nagyon szerettem. A televíziózást is nagyon szerettem, aminek egy ilyen mozdulattal lett vége. És utána úgy gondoltam, hogy na akkor most itt van az a perc, hogy végre újra énekelhetek, mert én 5 évig nem adtam ki albumot. Tehát volt egy ilyen pauza, amikor egyszerűen nem jutottam még a kiadó közelébe se. És akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy televíziózás vagy éneklés. Valahogy úgy alakult a pályám életem, hogy a kettő együtt nekem nem ment. Mm-hmm. Tudok, meg biztos ti is tudtok mondani olyan példákat, énekesnőket, zenészeket, akiknek a kettő megy. Tehát a műsorvezetés, a tévében levés, meg a színpadi szereplés. Nekem valahogy nem jött össze, tőlem megkérdezték, te most énekesnő vagy műsorvezető. És akkor én azt mondtam, hogy én alapvetően énekesnő vagyok. Viszont eltelt annyi idő, hogy néha nekem is nagyon hiányzik, bevallom őszintén, egy jó kis zenei műsorban nagyon szívesen részt venni. Tehát aki hallgat bennünket, és esetleg zenei műsort készít, akkor nagyon Anita... Nagyon jó ötleteim vannak. Anita várja fel kérdés. És egyébként meg a napokban, pont a napokban, és azért aktuális a dolog, igazából sok mindent nem tudok mondani róla, megkerestek egy televízió műsor kapcsán egy mindennap jelentkező másfél-két órás élő... Nocsak! De akkor mi lesz az éneklésre? És mi lesz az éneklésre? Én is ezt kérdezem. Mert ha tévézel, akkor nem lesz éneklés. Csak úgy vállalom el most már, hogy tehát nem az egész másfél órát, többen vagyunk benne, több részre oszlana a dolog, de mint énekesnő szeretnék szerepelni. Én nagyon szeretem, amit csinálok, imádom, és nem szeretném feladni az éneklést. Management. Fontos kérdés forog az agyamban, és a szünetben beszéltünk már róla, hogy külön menedzserrel dolgozol, egyedül dolgozol, mert mondtad, hogy voltak ebből problémák. Mi a helyzet ezzel? A helyzet az, hogy az ember valahogy elképzeli magát, valahogy belehelyezkedik a világba, valamit szeretne elérni,
És nekem voltak alapvető elképzeléseim az énekléssel kapcsolatban. És ez nem volt összeegyeztethető a menedzsmenttel. És mivel én nem egy kitalált dolog vagyok, tehát hogy megcsináljuk ilyen valamire, és akkor ezt fogod énekelni, hanem én nagyon pontosan tudtam, hogy milyen dalokat szeretnék énekelni, ezért velem nem jártak jól. Tehát... És azóta te menedzseled magad? Igen, van egy, tehát hogy nem vagyok egyedül, ott vannak a zeneszerzők, a szövegírók természetesen. A lemezhez mindig van egy producerem, sőt az a lemez, amiről ti beszéltetek, a Demián Ferenc feldolgozások, ott Bétót László volt a producer, tehát ő volt az, aki... Bétót Laci. Igen, aki mellettem állt, és nagyon hálás vagyok neki. Rádiós kolléga. Így van, pontosan. És ő segített nekem abban, de... Tehát vannak bizonyos dolgok, amikben nem engedek, hogy beleszóljanak. Sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom pontosan. Kérdezik tőlünk SMS-ben, hogy te dalszöveget és zenét írsz el, Laura kérdezik tőle. Szöveget nem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon speciális dolog a dalszöveg. És azt gondolom, hogy az énekesen nem feltétlenül kell szöveget, zenét meghangszerelni, feljátszani, lekeverni. Nem egyszerű tudom dolog én. Egyik sem, és mindegyikre megvan a saját szakember. Én azt gondolom, hogy viszont a másik nagy lemezemen ott volt több dalom is. Tehát aminek én voltam a dalszerzője. Tehát a zenét te írtad. A zenét én írtam, így van. És a szöveget már nem, mert azt gondolom, hogy én nagyon pontosan el tudom mondani a szövegíróra, hogy na ez a dal, ez erről szóljon. De én nem tudom rímekbe szedni, nem tudom olyan szépen megfogalmazni, olyan hasonlatokat, nem mindenféléket, ami az egy másik fontos. Hogy születik meg egy dal? Tehát amit te szerzel, leülsz az ongor elé, és vagy egy érzéshez, vagy nem, hogy születik? Megyek az autóban, mellettem van diktafon a telefonom, és a diktafonom, így van pontosan. Te eltaláltam? Abszolút. Én meglepődtem. Abszolút. Mostanában már a telefonom, tehát van benne olyan funkció, nem kell diktafon. Bekapcsolom, és akkor elkezdek énekelni valamit, amihez persze kell, hogy megmutassam akár egy hangszerelőnek, vagy akár egy olyan zeneszerzőnek, aki szépen végig tudja vinni, hogy annak legyen egy teteje, hogy el kell indulni valahonnan, annak legyen egy csúcs, mondja, tehát ezek ilyen szakmai dolgok. Dramaturgia. Így pontosan, és ebben viszont mindig kapok segítséget. Ugye ezt tudjuk, hogy Sikolga néninél kezdted az énektanulást. Hát ő azért nagyon sok mindenkit tanított énekelni. Te gondolkodtál már azon, hogy te esetleg te tanítasz valakit énekelni? Én nem tudom, rám van írva ez mindenféle ilyet. Készültünk. Készültetek? A helyzet az, hogy én mindig azt mondtam, hogy én tehát az is egy foglalkozás a pedagógusnak lenni, egy zenepedagógusnak, egy énekpedagógusnak, azt is meg kell tanulni. Viszont úgy hozta az élet, hogy az én egyik nagyon kedves kollégámnak a lánya szeretett volna tanulni, énekelni. És azt mondtam, hogy na jó, akkor gyere, próbáljuk meg. Úgyhogy egy tanítványom van, képzeljétek el. És most már negyedik hónapja dolgozunk együtt, és nagyon, nagyon szép eredményeket értem el vele. Ő nem is tudta, hogy miket tud énekelni, és szépen most már minden. Anita, te ilyen szív-lélek ember vagy, ugye? Tehát te gyakorlatilag amit csinálsz, az csak úgy tudod, mert különben nem csinálod. Így van, pontosan. Tehát nem a pénz, vagy nem a egyéb dolog motivál. Nem az motivál, ezt nem tudom, hogy jó, ha így ennyi ember előtt elmondom, hogy nem a pénz motivál, mert hát azért abból élünk. Na jó, persze. De azokat, tehát ha én valamiben hiszek, akkor köröm szakadtáig. Igen, most ezt azért próbáltam így megfogalmazni, hogy igazándiból te ismert vagy. Tehát, hogyha te azt mondanád, hogy te tanítani fogsz most, szerintem jelentkeznének orvaszájban mindenhonnét, nyilvánvalóan. De hát ugye egy tanítványod van, és ő vele foglalkozol, tehát ebből szűrtem mondjuk ezt le. Nyilván, hogy pénzből élünk, mindenki ebből. Igen, jó, persze. Tehát, hogy valóban, ha valamibe belemászok, meg úgy érzem, és valóban általában érzelmileg mászok bele mindenbe először, tehát nem értelmileg. Igen, igen. Úgyhogy ha valami megtetszik, vagy érzek benne valami kis extrát, akkor nem érdekel a többi része a történetnek. Szuper! Én azt gondolom, zenéljünk ismételten egy kicsit, mert a szerkesztőnk már veri a hátamat ismételten. Már hát akkor...